Húsvéti nyuszi fesztivállal kezdődik a szezon hétvégén a Vidám Parkban. Az ünnep közelettével a számtalan program és érdekesség mellett azonban a szervezők egy fontos társadalmi üzenetre is fel akarják hívni a figyelmet. Ez pedig nem más, mint a felelős állattartás, ami húsvétkor rendre szóba kerül az élő nyúl ajándékozások kapcsán. Többek között erről lesz szó a műsor hátralévő részében. A stúdióban már itt van Mohácsi Rebeka, zoopedagógus, és kis barátja, Bombom Bella, aki már szintén nem először látogatott el hozzánk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát először is kezdjük azzal, hogy vidámparki, szezonnyitó, és hát erre kiváló lehetőség a húsvéti nyuszi fesztivál. Milyen programok, milyen érdekességek lesznek? Hát egyrészt, ahogyan ugye említetted is, ugye a felelős állattartást edukáció szempontjából kiemelkedőnek tartjuk, ezért különböző foglalkozás keretében a látogatók csipékkel, illetve nyuszikkal találkozhatnak, ahol mesélünk arról, hogy hogyan lehet mondjuk felelősségteljesen kisállatot tartani, de másrészt, ugye, amit említettél is, hogy a vidámparki játék elemeink gyakorlatilag megnyitásra kerülnek, hát egyrészt ugye a kézműves foglalkozás bátorságpróba mellett a bingnyuszival, illetve a brennyuszival is találkozhatnak a látogatók, de lesz egyébként tojásfadíszítés is, illetve különböző programok keretében például csoki tojást is kereshetnek a látogatók. Na hát akkor a programból nem lesz hiány, de ami miatt valóban tényleg itt vagyunk, az a felelős állattartás, és de jó, hogy mondta a csibéket, az is jellemző, csibét is szokta, egyáltalán mennyire jellemző az, hogy élő nyuszit ajándékoznak? Hát mi még azt tapasztaljuk 2024-ben, hogy ugye a húsvét kapcsán gyakran vásárolnak ugye családok kisállatokat, akár ugye nyuszit, csibét, vagy kiskacsákat, de egyébként ugye ez a karácsonyi időszakban is így van, olyankor ugye megugrik az állatok vásárlásának az időszaka, és hát nem biztos, hogy kellőképpen mondjuk a család végig gondolja azt, hogy milyen esetekben tudnának mondjuk otthon tartani egy állatot, és ugye sok esetben, ugye a húsvétot követően is, ugye a nyuszik az utcára kerülnek. És nálunk is például tavaly volt arra példa, hogy több nyuszit bedobtak hozzánk az állatkertbe. Tehát csak a kerítésen keresztül? Igen. Igen. Egyébként itt aki ül velem, ő Bombom Bella, őt mondjuk beadták tavalyi időszakban, tehát ugye szerencsésebb volt, mert a korábbi tulajdonosa gyakorlatilag beadta hozzánk, tehát hogy ez egy másik történet volt, de előfordul, hogy adott esetben ugye bedobják hozzánk mondjuk az állatkertbe. Hát ezután nehezen tudok megszólalni. Miért? Azt hiszem, hogy eleget beszélünk, de ezek szerint mégsem arról, hogy miért felelőtlenség ilyenkor? Ilyenkor vásárolni? Igen. Szerintem akkor is felelőtlenség, hogyha adott esetben mondjuk egyébként általában ugye a gyerek szokta mondani, hogy nyilván mondjuk meglát egy cuki kutyát, egy cuki nyuszit, és nincsen kellőképpen megvizsgálva a szülő részéről a gyereknek a motivációja. Tehát, hogyha mondjuk egy szülinapi partén lát egy kiskutyát, vagy húsvét kapcsán lát ugye nyuszit valamilyen nyuszi simogatóban, akkor utána ugye jön a vágy a gyereknél, hogy akkor szeretné is otthonra, és adott esetben nincsen felmérve, akár ugye költség szempontjából, akár olyan oldalról, hogy egyáltalán mondjuk 6 éves kor alatt még bevonható be a gyerek, amikor mondjuk tartunk egy kisállatot, vagy mondjuk 6 éves kor felett. Tehát nagyon összetett a probléma, és mi mindig azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokat kell ezzel foglalkozni. Jól értem, hogy a szülő a hibás. Hát én azt gondolom, hogy igen. Vagy a nem kellően gondos. Hát nem kellően gondos, így van. Nyilván egy gyerek nem feltétlen tudja felmérni azt, hogy milyen költséggel járhat, akár egy nyuszinak mondjuk a tartása, illetve azt azért fontos kiemelni, hogy mondjuk 6 éves kor alatt is rész feladatokba vonjuk be a gyereket. Ami azt jelenti, hogy egyáltalán olyan feladatokat adjunk mondjuk a gyereknek, amivel adott esetben a kisállatnak nem lesz gondja, tehát hogy nem betegszik mondjuk bele, tehát kis apró feladatokat, és ne hagyjuk mondjuk magára ugye a gyereket az adott részfeladat elvégzésénél, de fontos az is, hogy mondjuk a motivációját növeljük megfelelő dicsérettel, és mindig könnyített feladattal kezdjünk, és akkor nyilván a gyerek, egyéni gyerekhez mérten ugye vonjuk be a nehezebb feladatokba, 6 éves kor felett, pedig onnantól beszélhetünk arról, hogy egyáltalán mondjuk a családban milyen állat kerülhet, de ott is ugye, tehát úgy értve, hogy ugye a gyerek be van vonva mondjuk a döntésbe. A nyuszi tartása egyébként az mennyire macerás dolog? Könnyű, nehéz? Hát szerintem
Minden állat tartása idézőjelesen macerás lehet, hogyha nem vagyunk mondjuk felkészülve, viszont a felelős állattartás az nem döntés kérdése, és egyébként az 1998. évi állatvédelmi törvényben már ugye meg is határozták azt, hogy ki a jó tulajdonos igazából, vagy gondozó. Itt, amikor zömmel abból van probléma, hogy mondjuk amikor gyereknek vásárolják húsvétre, hogy ráun, tehát úgy kezeli, mint nem tudom, mint egy játékot, amivel, hogyha már eleget játszottam, akkor félreteszem, így van. Veszek egy másikat. Így van, vagy nem biztos, hogy tényleg, amit ugye mondtam is, hogy nem biztos, hogy megfelelően van akár integrálva mondjuk a családba a kis állat. Nem biztos, hogy olyan feladatot bíz rá a szülő a gyerekre, amit mondjuk a gyerek az életkorának megfelelően elbírna. Az is lehet, hogy csökken a motivációja, nincsen körüljárva ez a kérdés, és adott esetben azt is érdemes megnézni, hogy a költségvetés mellett, illetve amellett, hogy mondjuk egy nyári időszakra hova tesszük, hogyha mondjuk a család el akar menni mondjuk nyaralni, de azt is érdemes megnézni, hogy gyakorlatilag, amikor egy kis állat belekerül mondjuk egy családba, azért csak változik egy kis dinamika. Nyilván ugye a szülőknek is gondoskodni kell róla, ugye adott esetben, illetve nyilván ugye a gyereknek is adott esetben. Hát meg azért egy nyuszi is piszkol, nyilván etetni, itatni, folyamatosan gondoskodni róla. Így van. Nagy helyet biztosítani. Igen, tehát hogy egyébként is nagy ugye a mozgásigényük, tehát amikor például nálam Bella fent van az irodában, van egy nagy ketrece, de nyilván ugye napi szinten ki van engedve az irodában, mert ugye nagy a mozgás igénye, illetve nagyon társas élőlények, és nagyon érzékenyek a nyuszik. Ezért is kiemelkedően fontos az, hogy ténylegesen akkor vásároljunk, akár húsvétkor, vagy nem húsvéti időszakban nyuszit, amikor már tényleg körbe van járva a téma. Rebeka, beszéljük le azokat a szülőket, akik ilyen meggondolatlan, felelőtlen lépésre készülnek. Mit csináljanak? Mit válasszanak? Mibe gondolkodjanak élő nyuszi vásárlás helyett? Jöjjenek hozzánk egyébként az állatkertbe. Mi Bellával kint leszünk a Gibbonházban, felelős állattartással kapcsolatban mesélünk, de egyébként Bellával is lehet találkozni, illetve nálunk ugye a nyuszi falva nyit, ott ugye találkozhatnak nyuszival, és hogyha adott esetben mondjuk nem nyusziban gondolkodnak, akkor is ki lehet menni például menhelyekre mondjuk kutyát sétáltatni. Mondjuk, ha már a menhelyeket szóba hozta önök, hát gondolom, akiket behaigálnak nyuszit, azt önök tudják tartani, elhelyezni egyáltalán, ott milyen gondoskodás, Bella, nagyon szerencsés. Így van, megoldjuk, de alapvetően mi ugye nem vagyunk örökbefogadói pont, tehát hivatalosan ugye nem fogadunk örökbe állatokat. Nyilván ilyen esetben, amikor be van dobva egy állat, akkor ugye gondosan ugye befogják az állatgondozók, az állatorvos ugye átvizsgálja, egyébként Bellánál is így volt, hogy ugye megvizsgálták, és akkor úgy került fel hozzám az irodába, mert ugye fertőzés veszély jel is járhat az, hogy adott esetben mondjuk egy állat bekerül az állatkertbe, és az veszélyes lehet más állatra nézve. Menhelyekkel ilyenkor konzultáció, koordináció működik? Mennyire jellemző az, hogy mondjuk húsvét után mondjuk egy-két héttel megjelennek a menhelyeken a megunt nyuszik? Én úgy tudom, hogy még mindig gyakori és nagy számban előfordul országosan, hogy a nyuszikat próbálják beadni, vagy utcára rakják ugye a nyuszikat, és nem véletlen van az is, hogy egyre több állatkereskedésben például nyuszistop van ebben az időszakban, tehát nem is engednek vásárolni ilyenkor. Akkor az igazán felelős döntés vagy állattartás akkor már adott esetben az állatkereskedésnél kezdődik? Hát ott is elindult. Végre elindult, igen. Akkor ez egy jó irány. Igen, de még mindig nagyon sokat kell róla beszélni. Egyébként nem véletlen van az is, hogy a nyári időszakban az zootáborban ez egy kiemelkedő téma, a felelős állattartás, és ott napi szinten integráljuk a gyerekeket, és edukáljuk arra, hogy alapesetben ténylegesen, hogyha meg is van a motiváció, azért gondolják végig a gyerekek is, hogy mikor szólnak anyának vagy apának, hogy szeretnének kis állatot. Mohácsi Rebeka, köszönöm szépen, hogy elmondta. Hát szülők, nagyszülők, remélem, hogy a üzenet átment. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm. Eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.